Sziasztok, ez a FIP Magyarország, azaz a FIM a FIPcast adása, azon belül is az én FIP történetem Poller Mónival. Szia! Szia! Készülve erre a beszélgetésre kicsit a New Guardian Brit lapnak a sorait olvastam, és frissen számoltam be arról a felmérésükről, ami azt mondja, hogy a megkérdezettek, volt egy nagy ilyen statisztikai felmérés, a megkérdezetteknek a nagy százaléka, 40%, azt mondta, hogy ő azért nem étkezik egészséges, és azért nem mozog, mert túlfáradt, motiváció hiányban szenved, időhiányban, magánélet és a munka egyensúlya. Tehát olyan válaszokat adtak, amivel tulajdonképpen mindannyian találkozunk az életben, és itt vagy te, aki egy gyönyörű utat bejártál, példa lehetsz mindannyiunk számára, és tulajdonképpen most azt szeretném kérni tőled, hogy egyrészt mutasd be a saját történetedet, és adjál erőt mindannyiunknak, hogy ezen az úton járunk hasonlóan hozzá. Jó, hát igazság szerint az én élettörténetem a nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza. A sport az mindig is központi szerepet töltött be az életemben. Kezdetben táncoltam 6 évig versenyszinten, aztán eveztem, de valahogy mindig éreztem azt, hogy kell a sport, szeretem, imádom, de nem az igazi az, amit abban képviseltem. A szeretet része meg volt, de tudtam azt, hogy nem az a sportág az, ami tulajdonképpen a menyém. Ettől függetlenül nagyon szerettem és nagyon élveztem. Aztán ugye családi problémák miatt, egyéb okok miatt abba kellett hagynom az evezést. És ott volt egy ilyen bőfél egyéves időszak, amikor itt teljesen leálltam a mozgással. És hát ott kezdődött igazából egy iszonyatosan mély zuhanás. Ugye abba hagytam a sportot, elkezdtem enni, egyre többet ettem. Aztán hát ez odáig fajult, hogy ilyen 15-16 éves koromra közel 100 kiló lettem. És gyakorlatilag ennek már nem csak testi vonzata volt, hanem lelkileg is iszonyatosan megviselt. Hát úgy képzeld el, hogy ugye ott voltam 15-16 évesen, már lényegben mentem fel a harmadikra. Azt vettem észre, hogy nincsenek barátaim, a társasági életem az gyakorlatilag ment a kukába. És hát egy súlyos mély depresszióba kerültem, mindenféle módon próbáltam magamat kikezelni, segítséget is kértem, de egész egyszerűen tényleg tehát szorongás vagy depressziós lettem, ami gyakorlatilag az egész életemet úgymond tönkretette, pláne azt az időszakot. És ott jó pár napig így gondolkodtam, és jött egy felismerés, hogy ha én nem segítek magamon, akkor senki sem fog. És hát gondolom, hogy akik ugyanilyen helyzetben vannak, tudják azt, hogy milyen érzés bemenni egy edzőterembe, hogy 100 kiló vagy, nem mersz emberek közé menni, nem mersz emberek elé kiállni, de mégis fejben elmentett, hogy oké, van egy célom, és csak az érdekel, senki más és semmi más. És hát én is akkor megtettem azt az utat, hogy kinéztem a legközelebbi edzőtermet, megnéztem egy csoportosokat, és hát mondom, akkor elmegyek. Hát nyilván az első edzésre való elmenetem az igazán kőkemény volt, tehát hogy is írtam, remélem, hogy el lehetett képzelni minden. Viszont tudtam, hogy ha ezt nem teszem meg, akkor gyakorlatilag az egész életem úgymond kuka. És felvettem az edzőcipőmet, bementem a konditerembe, nyakig izzadtam, és az első edzés után azt éreztem, hogy jó, hát nem mondom, hogy jól éreztem magam, ugye a szorongásos problémáim miatt, de úgy voltam vele, hogy nem adom fel. Akkor is bizonyítok magamnak, hogy igenis az ember képes fejlődni. És aztán ugye minden áldott nap, vagy hetente kétszer-háromszor eleinte elmentem az edzésre, és akkor így szépen így beépült a napi rutinomba. És eltelt egy ilyen laza 2-3 hónap, amikor így azt vettem észre, hogy egy alkalmat ki kellett hagynom, és már így hiányzik. Aztán így telt múlt az idő, és azt vettem észre, hogy a mindennapjai része lett, és aztán ettől csak jött a felismerés, hogy úristen, nem csak fizikálisan változtatott meg ez az egész engem, hanem mentálisan egy teljesen új ember lettem. Gyakorlatilag fél év alatt ott tartottam, hogy voltak barátaim, emberek közé mertem menni, és hát ez a felismerés, ez valami elképesztő csoda volt. És
Hát nekem az egész történetem az gyakorlatilag innen indult. Lehetne azt mondani, hogy könnyű volt, mert sokan szokták mondani, hogy hát nem annyira nehéz. Én ezt azért cáfolom, mert kőkemény kihívás volt, pláne az eleje. Viszont én azt gondolom, hogy amihez szoktak ki magát az ember, olyan lesz az élete. És erre egy nagyon jó példa, hogy, hogy ott az étkezést is picit megvariáltam, és nagyon nagy kávés voltam, és a kávé az napi két, tehát a kávé az két cukorral ment általában. És hát ugye arról is teljesen lemondtam, mármint a cukor részéről, és most ott tartok, hogy nem kéne meginni a kávét cukorral. És ez milyen érdekes ez az élet, hogy tényleg amilyen szoktatod magad, az lesz a természetes, és ugyanúgy, ahogy ha a sporthoz szoktatod magad, akkor az lesz a természetes. Úgyhogy nagyjából így állt össze az egész pályafutásomnak a története, és nagyjából azért tartok itt most, ahol. Uh-huh. És az étkezésben mit változtattál még? Hát igazából én elkezdtem ezt a kalóriaszámlálásos történetet. Ugye teljes mértékig akkoriban kiiktattam a lisztet és a cukrot, tehát ugye fehér liszt és fehér cukor. És ilyen napi ilyen 1500-1800 kalóriát ettem, naponta 5-től étkeztem, volt benne gyümölcs, zöldség, levesek, úgyhogy teljes mértékig így laktató volt a táplálkozásom. És igazából nagyjából így erre épült fel az egész. És akkor azt próbáltam variálni mindenfélét. Így igazából ez az, amit alapvetően akkoriban követtem. De hát ugye ez már 15-6 éve, úgyhogy azóta azért igencsak fejlődött a tudomány ilyen szempontból is, de akkor ez nagyon-nagyon működött. És egyébként abban mai napig hiszek, hogy ami biztos, hogy fontos, hogy mindenre szüksége van a szervezetnek, kivéve ugye a finomított dolgok, tehát a fehér liszt és a fehér cukor, viszont megvonni semmit, tehát se szénhidrát, se zsír, se cukor, és tehát se szénhidrát. És igazából itt ami a legnagyobb kulcs, az a mérték, és sajnos tudjuk azt, hogy a magyar társadalomban a mértéktartás az nem csak az étkezésre vonatkozó, hanem összességében azért igen csak nehéz. Úgyhogy tényleg, tehát nekem az egyik fő hitvallásom, hogy mindent tegyünk mértékkel, kivéve a finomító dolgok. És a mély pontok, amikor elindul az ember egy ilyen úton, akkor újra és újra jönnek olyan akadályok, amivel meg kell küzdeni, hogy mibe tudtál kapaszkodni, mikor jön a nehézség, hogy akkor most az első, második nap az oké, de aztán a harmadik, negyedik nap is csinálni kell ahhoz, hogy elérjed a célodat. Ami az első és a legfontosabb, hogy fejben nagyon kell akarni. Tehát, ha fejben nem akarod 1000%-osan, akkor nem fog menni. És én mindig oda nyújtam vissza, hogy tudom, hogy mi a célom, és tudom, hogy mit kell érte tenni. Én nekem csak ez működött. Semmi más. Nehéz volt, hogy pláne itt a családom részéről is azért voltak így visszahúzó tényezők, hogy ugye ez nem volt annyira ismert, de ugye abban a korban azért mindig az volt, hogy a kerti munka az igazi, és a konditerem az így, meg úgy. Egy az egyben azt mondom, hogy a fejben meg tudod tenni, akkor képes vagy rá, és mindenki másba tud kapaszkodni. Én egyedül a saját hitemben és a gondolatomban, hogy ez működni fog. Mert ugye mondjuk azt hozzáteszem, hogy az én helyzetem annyival könnyebb volt relatíve, hogy azért 100 kilóból leadni, úgymond sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy 70 kilós ember szeretne leadni 5 kilót, az nyilván más a mérce, de tényleg az, hogy legyen célod, és legyen egy ilyen tervet, hogy haladsz. Én is például heti szinten mértem magam, nem minden reggel, és nem mondom azt, hogy nem volt olyan reggel, amikor ráálltam a mérlegre, és láttam, hogy nem mondjuk mutatom, mennyit kellene, de tudtam azt, hogy ha ezen az úton haladok, akkor menni fog. És annyira jó volt ez az út, hogy most már edzőként is dolgozol itt Szigetmonostoron, erről egy kicsit, ha elárulnál. Igen, hát igazság szerint ugye amikor nekem ez az egész történet így összeállt, és rájöttem arra, hogy tényleg egy gyakorlatilag az életemet mentette meg a sport, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy más embernek ezt hogyan tudnám átadni. Hogy legalább ha pár ember érezné azt, amit én érzek, akkor én már jó boldogabb lennék.
És jött egy szakítás, szintén egy kicsit ilyen ugye mély pontra kerülni ilyen esetben az ember, és valahogy én nem kámpítsoltam el, hanem abban a pillanatban egy tudatotot volt bennem, hogy ugye én pénzre jártam ki hozzá, edzőtársra, stb. És ott jött a pont, hogy oké, akkor most edzőtársával akkor más cuccokat fogok berakni, mert is megnézem az interneten, milyen lehetőségek vannak, és akkor mondom, oké, ez az én utam, és akkor elkezdek ebben az irányba picit jobban mozgolódni, jobban megismerni az emberi testet, hasonlók, és jelentkeztem is a képzésre, ugye először csoportos fitness instruktornak tanultam, nagyon-nagyon élveztem, tehát annyira érdekes az élet, mert én sosem voltam oda kitűnő tanuló, tehát ez a 3-as, 4-es elevickéltem, ami rám ragadt az így nagyjából oké, de ez a reggelzási otthon tanulói felejtős. És most éreztem azt igazán, hogy úristen, tehát hogy én nem azért járok be, hogy nem kényszer, hanem hogy minden, amit ott leadnak, én azt így tudni akarom, betűről betűre, szóról szóra. És gyakorlatilag a maximalizmusnak a teljes fokát skáláztam ki gyakorlatilag, és most meg emiatt van egy kicsit ilyen problémám, hogy ugye a túlzott maximalizmus, mert azért az emberi test az mégiscsak olyan, amit végtelenségig lehet tanulni, de hát folyamatosan fejlesztem magam, és a legtöbbet szeretném kihozni ebből. Úgyhogy ugye ezt a képzést elvégeztem, korábban ugye én Esztergomba laktam, és ott el is kezdtem csoportos órákat tartani. Nagyon szerettem, nagyon élveztem, és én még egyébként úgy voltam vele, hogy a csoportos óra az nagyon-nagyon jó, tehát ugye egymást tudjuk motiválni. Ugye korábban kérdezted is, hogy mi az, ami segített a mélypontokon. Egyébként ezt el is felejtettem, de például ez egy nagy segítség volt, hogy csoportosan órára mentem, és ugye ott azért az emberek előbb-utóbb tudják egymást tudni, és volt egy-két olyan ember, aki miatt már egyébként sokszor felvettem az időt. Úgyhogy hát visszatérve ugye oda, Esztergomba ugye csoportos órákat tartottam, nagyon-nagyon szerettem, nagyon élveztem. De aztán éreztem azt, hogy még többet kéne tudnom, tehát nem voltam megelégedve azzal a tudással, ami volt nekem, mert pláne emberekkel foglalkozom, azért elég nagy felelősség, és ezt nem lehet úgy csinálni, hogy csak így nem van. És akkor jött a következő iskola, amit elvégeztem, ez egy személyedzőképzés, itt már nyilván komplexen fenntanultuk a dolgokat. Ekkor jött pár hónap, amikor így vergődtem, hogy most a csoportos óra, vagy az egyéni óra, mert mind a kettő másért jó. A csoportos órán nyilván nem tudja nézni ugye az egyéni különbséget az edző. Viszont ugye az a motiváció, a kapcsolatépítés, ilyesmi miatt nyilván az is jó. És hát akkor elkezdtem ugye mellett a személyedzéseket is tartani, elvégeztem az iskolát. És nagyon-nagyon jó volt, hogy tudtam azért kamatoztatni, mint csoportos, mint egyéni órába ezeket megtanult dolgokat. És hát ugye ahogy fejlődtem, és folyamatosan ugye jönnek be az új trendek, úgy voltam vele, hogy életem végig szeretnék tanulni. Úgyhogy a másik csinálva nagyon-nagyon sokat hallottam, és mondtam, hogy nekem egyszer el kell menni az ő óráira, úgyhogy azt gyűjtöttem a tanfolyamra a pénzt, és elvégeztem először a Gerinc Tudatos Testedzés című tanfolyamát, ami minden egyes szó így itt van előttem, és mai napig is egy jegyzeteket hordom, és az az alaposság, amit ő képvisel, az az elképesztő. És ugye elvégeztem azt a képzést, így azért nyilván sokkal nagyobb rálátásom lett arra, hogy az ülőmunka káros hatásai, hogy ezeket hogyan lehet kompenzálni, és gyakorlatilag, hogy a jövő az milyen szinten múlik az edzőkön, és azon, hogy tudatosítjuk az emberekben, hogy mozogni kell, és mozogni jó. Aztán ugye azt is elvégeztem, ugye ezeket a tanultakat beépítettem az edzéseimbe, aztán majd későbbiekben pedig jött ugye a 3D joga. Hát igazság szerint én sosem voltam az igazi nagyon jogás, és mai napig sem tartom magam annak. Épp azért volt jó ez a 3D joga, mert ez a jogának egy nagyon-nagyon kezdetleges része. Tehát ugye gyakorlatilag az egyes ászanákat veszünk, és azokat építjük fel, hogy egy órára.
és így kezdtem el azt egyébként megérteni, hogy eddig is tudtam, hogy a mozgás az nyilván a lelki háttere is viszonyatosan nagy, de ahogy elkezdtem jobban belemenni ebbe a 3D jogába, érzem azt, hogy tehát a kettő az csak és kizárólag együtt működik. Tehát nem véletlen mondja a köznyelv, vagy nevezzük bárminek, hogy éttesben épp élet, mert ez a saját példám mutatja, hogy ez egyébként tényleg így van. Úgyhogy jelenleg igen, most a Szigetmarszoron tartunk csütörtökönként a 3D joga óráimat, de most a nyár egy kicsit lájtosabb, úgyhogy ha van elég jelentkező, akkor vagyunk, ha nem, akkor nem, de igazság szerint ennyi, úgyhogy nagy szenvedéllyel csinálom. És mit üzennél azoknak, akik hasonló úton járnak, vagy az út elején vannak, és még az a fejben dől el, nem dönt el, mit üzensz nekik? Hú, hát ez nehéz lenne pár mondatban összefoglalni, de mégis az, hogy ne a külcsőségek alapjait éljenek, mert nekem is volt a fejemben egy kép arról, hogy bemegyek egy konditerembe, és mit fog fogadni. Ez ellentétben, hogy nem feltétlenül mondom azt, hogy így van, mert bemegyesz, és úgyis megtaláld azt az ember, azokat az embereket, azt a közeget, ahol ugyanilyen emberek lesznek, mint te. Például én is edző vagyok, és én mindig van rajtam felesleg, és most már eljutottam oda, hogy nem érdekel, mert pont ettől fogok tudni az embereknek talán példát mutatni, hogy nem a tökéletes alap a cél, hanem az egészség. Úgyhogy én azt üzenném, hogy első körben teljesen mindegy, hogy mi a motiváció, a fogyás, az egészséges életmód, valamilyen olyan motivációt kell találni, amiben az ember tényleg tud kapaszkodni. Ugye nekem a fogyás volt, kinek az egészséges életmód, és igenis dönts el a fejben, és tegyen érte. És találja meg azokat az embereket, akiknek a példájából tud építkezni és merítkezni. Mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nekem is volt egy-két ilyen ember. Találja meg azt az edzőt, aki hozzá közel áll. Illetve én nagyon hiszek abban, hogy bármilyen mozgásról beszélünk, az jó. És nem lehet azt mondani, hogy csak ez a jó, csak az a jó. És van olyan mozgás, ami a saját embernek jó lehet. Hogy mondjam. Tehát mindenkinek van olyan, amit megtalálhat mozgás, és legyen szó lovaglás, úszás, biciklizés, teljesen mindegy, és nem az van, hogy mit csinálsz, hanem hogy azt csinál, amit szeretsz. És hát nyilván ez egy hosszú út, mert el kell jutni oda, hogy önismered, hogy tudd, hogy mi a jó neked. És hogyha amit szívből csinálsz, szeretetből csinálod, akkor menni fog. Kicsit tovább gondolva az, hogy mindenki találja meg azt a példaképet, aki után tud menni. Én úgy gondolom, hogy itt a Fit Pilis Dunakanyarban, mint fit közösség, nekünk te vagy az egyik példaképünk, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk, mert ez nagyon sokat jelent nekünk, és azoknak mindannyiunknak, akik itt élünk a Dunakanyarban, és ezen az úton járunk, ki ezért, ki azért, de tanulság is ebből tudunk merítkezni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a példaképünk készenültél, és bátorítást adtál mindenünk. Hát én köszönöm a lehetőséget, és tényleg bízok benne, hogy lesz pár ember, akinek egy picit útindítót adtam, vagy egy segítséget ahhoz, hogy a jövőben hasonló élményeket éljen át, amit mondjuk én is, és ezek ugye nem pénzzel megvehető dolgok. Úgyhogy sok sikert mindenkinek, és azt mondom, hogy ne adjátok fel, és menni fog. Köszönjük szépen! Köszönjük!